A Szőjük meg együtt közös szőttesünket rendezvényen a szervezők a szklerózis multiplex betegségre hívták fel a figyelmet. Egészségesek és betegek együtt küzdöttek a kirekesztés ellen. Ez a nap a toleranciáról, egymás elfogadásáról, a szolidaritásról fog szólni, ami nekünk nagyon fontos, mert egyre több SM beteget találnak az országban, és egyre fiatalabbakat. Korábbi éveknek még a tapasztalat az volt, hogy a 20-40 év közöttiek között jelenik meg a betegség első tünete, most már egyre több tizenévest diagnosztizálnak, és azért nem árt, hogyha a lakosság, az emberek tudnak róla, hogy létezik ez, és elfogadnak bennünket olyannak, mint az egészség. A nemrég felújított kastély udvarán tartott rendezvény Szabó Zsolt 60 polgármestere nyitotta meg, aki az SM betegek élethez való pozitív hozzáállását méltatta. Mindennyiunknak megvan a maga keresztje. Van, aki kívülviseli, van, aki belülviseli, de mindenkinek van keresztje. Azt mosolyogva, tisztelettel, becsülettel vinni, na az a nagy dolog, ez az erő, mert akinek nincs ilyen keresztje, az igazán nem is tudja, hogy miről beszélünk, vagy mit mondunk. Ez a kastély is ilyen, hogy a Csipke Rózsika álom után, a sok negatív után tudott pozitívba fordulni. Ahogy önök is tudnak mosolyogni, jókedvel összegyűlni, egymást szeretni, tisztelni, becsülni, és a környezetre mosolyogva türelemmel nézni. A rendezvény célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az SM betegségre, és arra, hogyha egy ilyen beteg rosszul lesz az úton, senki ne nézzen rá ferde szemmel, inkább segítsen rajta.